Az utolsó alkalma ez a beszélgetés sorozatunknak, a keddi kaleidoszkópnak, amelyben a képzőművészet a téma, egész pontosan egy képzőművész, Bukta Imre, akivel Sturc János kollégám beszélget, aki szintén a Művészeti Akadémia tagja, és a tagozatunkban is kollégám. János, légy szíves, egy igen érdekes beszélgetést vezessél Imrével. Először is azt szeretném mondani, hogy nagyon jellemző, hogy amikor a Imrét megkerestem, hogy milyen beszélgetést folytassunk itt, vagy mi legyen a stratégiánk, akkor mit mondott. Én ugyanis egy teljesen unalmas, akadémikus, hát hagyományos riportot képzeltem el. Gyermekkor, család, ősök, haza, mind a többi. És mondta, hogy szerint az unalmas, inkább beszéljünk arról a közegről, ahol ő él, amit ő képvisel. Beszéljünk először arról, amit te úgy nevezel, hogy vidékiség, a vidéki élet, amit én, mint művészettörténész úgy kódolok, hogy ez az Imre számára egy jó metafora arról a történelmi időről, amit mi megéltünk, vagy akár a szüleink megéltek, és amely vidéki tárgyakon, ütött, kopott eszközökön keresztül tulajdonképpen megfogalmazza azt a társadalmi süllyedést, azt a romlást, pusztulást, amit tágabb értelemben én egy európai kultúra elsüllyedésének látok, hogy ezt hogyan látja, arról kérdezném most. Igen. Szóval én másképp látom, nem látok romlást, pusztulást. Én benne vagyok ebbe a helyzetbe, és igazából, amikor Szentendréről 2000-es évek elején visszaköltöztem Mezőszemerére, akkor nagy bajba is voltam, mert nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy én újra falusi lettem. És először ilyen terápikus tevékenységként kertet műveltem, vettem a bioboltba egy csomag lenmagot, azt elvetettem, abból lett 15 liter lenolaj, és gyorsan kiszámoltam, hogy, illetve lenmag, 15 liter lenmag, bocsánat, gyorsan kiszámoltam, hogy én hogy fogok ott meggazdagodni. Majd a művészellátóba kipréseljük hidegen a lenolajat, kifehérítjük, és akkor ezt ügybe. De persze ez dugába dőlt ez az egész, nem sokáig tartott a lelkesedés. És aztán gondoltam, hogy mivel ugye Mezőszemerei vagyok, tehát ott születtem ebbe a faluba, ahová visszamentem, ezért engem ismernek, én is ismerem az embereket, természetesen ez a 20 év, ez döbbenetesen hatott számomra, mert amikor megláttam mondjuk egy volt osztálytársamat, akivel ott az általános iskolába egy padba ültem, akkor hát ledöbbentem. És itt valóban érezhető volt ez a bizonyos lepusztulás, ha egyáltalán élt ez az ember. És elgondolkodtam azon, hogy hát itt valamit kell tenni. Rengeteg üres ház, rengeteg szétszedett ház, rengeteg ellopott kapu, rengeteg ilyen csontváz, házcsontváz áll. És igazából nincsenek eszközeink. Tehát például erre nincsenek eszközeink, hogyan lehetne megállítani. Most azt találtuk ki, hogy nyilvánvalóan az ifjúság lenne például, aki jelen esetben a roma ifjúság lenne, aki megmentené Mezőszemerét, és megpróbáltuk polgármester asszonnyal egyházi iskolá, tehát egyházi kezelésbe adni az általános iskolát. És az egész pedagógus kar úgy, ahogy volt, leszavazta igazgatóval az élen. Pedig meggyőződésem, hogy a valláson és a sporton keresztül lehetne megváltoztatni ezt a jelenlegi állapotot. De visszakanyarodva, igen, én magam is, ugye Egerbet még tanítottam az egri főiskolán, és az Egerbe tanító kollégáimat rábeszéltem, hogy vegyenek Szemeré házat, tehát több 5-6 házat megvásároltak, közben finn művészek is jönnek, megpróbálnék ebből, még nem adtam fel, tendenciát
alapítani. Éppen ma jött egy jó hír, hogy a Godó Galéria is vásárolott egy ingatlant, most egyeztek meg. El kell, hogy mondjam, hogy egy 3-4 szobás ingatlan teljes felszereléssel, megpakolt hűtőszekrénnyel 1 200 000 forint. Tehát mindenkit arra beszélnék rá, hogy vegyen Mezőszemerényt ingatlan, mert hihetetlen olcsó, és zárójelbe teszem, biztonságos falu. Egy kicsit térjünk vissza arra, amit mondtál, hogy azért itt az egyesületi működésen túl művészeket is oda csábítottál. Majdnem azt mondhatjuk, hogy Mezőszemerén lassan több budapesti művész lakik, mint Budapesten, vagy legalábbis jó páran vannak ott, illetve csinálsz ott egy művésztelepet, egy kicsit erről beszélj. Igen, Rékával létrehoztunk egy művésztelepet, egy civil egyesületnek vagyok az elnöke, ezen belül pályázunk, kizárólag NK, hiszen ez egy csóró falu, tehát onnan inkább mi adunk a falunak, mint hogy onnan vegyünk el pénzt. Tehát NK támogatással tud megvalósulni ez a művésztelep, és mindig másokat hívunk meg, úgyhogy most már 150 művész vett részt. Munkákat nem kérünk, olyanokat igyekszünk meghívni, generációs áthidalásokkal, tehát frissen végzett egyetemistákat, idős művészeket is, akiket esetleg úgy gondoljuk, hogy megérint a vidékiség vagy a falu, és ebből tudnak épp. Nem is ott közvetlenül valami, elég, ha bóklászik a temetőbe vagy a rimaparton, meg beszélget emberekkel, de később ez biztos, hogy valamilyen eredményt fog nála hozni. Na most, amikor készültem erre a beszélgetésre, inkább magányosan, mint az Imrével való kollaborációval, mert mióta kollégák vagyunk az egyetemen, még kevesebbet találkozunk sajnos, akkor én összeraktam egy pár diát, illetve azt gondoltam, hogy egy-két művel hát megpróbálnak megközelíteni közösen azt, hogy őnek az ő sajátos gondolkodásmódja az miben leledzik. Csak ez egy nagyon jellegzetes darab, amelyben valóban a paraszti életnek a kellékei, ruha darabjai, szerszámai, illetve a termések és hasonlók jelennek meg. Nyilván mindegyik nagyon jó hát szimbolikus potenciállal bír. Most ami itt nagyon izgalmas szerintem, hogy ugye az, amitől a kumicsizma véd, azaz a víz, az nem kívül jelenik meg, hanem belül bekerül a kumicsizmába, és ettől, különösen, hogy ebbe az Imre belehelyez egy csónakot, amit majd el fog nekünk mondani, hogy miért fontos neki a csónak, és a másik ilyen hát eszköz vagy szimbolikus tárgy a hajó mellett a szánkó. Tehát, hogy ezt ráhelyezve ez a csizma dimenziót vált. És akkor köré veszi, vagy hozzá kapcsolja ezt a kukoricát, ami hát itt tenger is, ilyen módon tenger, és akkor egy kicsit ilyen hát realitáson túli valóság, vagy egy bizonyos értelme szakralitás is megjelenik, ami egyébként az első filmen is látható volt az idézetek kapcsán, hogy ez a profán világ, ez mindig a szakrálissal kerül egy interakcióba. Egy másik munkám pedig azt szerettem volna jelezni, hogy ugyanez a tárgy átalakítás az mennyire jellemző nála, illetve hogy jelenik meg, hogy vesz egy hokedlit, ami megint csak nem egy túl elegáns paraszti bútordarab, és abból hoz létre egy szánkót, vagy ahhoz kapcsol különös dolgokat. Tehát egy ilyen nagyon érdekes, szürreális hát metamorfózison megy keresztül a tárgy. És miközben láttuk, hogy az előző darabnál, itt a csizmák esetében, a tengeri esetében, amiben nyilván ez a tengeri egy ilyen, hát egy zárt élethelyzetben élő embernek is egy elvágyódását is jelzi, egy vágyat arra, hogy kilépjen a tengerre és kiszakadjon ebből a közép-kelet-európai rögvalóságból. Egy felnagyítás is megjelenik, itt pedig egy korai, egészen korai munkában önmaga is ilyen lekicsinyítve, ironikusan jelenik meg. Ez egy másik nagyon jellemző vonás, azt gondolom, az Imre művészetének, hogy ezt a valóságot, ami
hát nyilvánvalóan a szívéhez közel áll, azt minden szépítés nélkül a maga groteszk formájában jeleníti meg. Itt egy másik átalakítását láthatjuk egy paraszti tárgynak, egy kaszának, ami hát megint csak egy szimbolikus tárgy és politikai jelentést is hordozhat. Hát én azt gondolom, hogy az Imrénél pont ez a típusú politizálás jellemző, egy nagyon magas szinten pártpolitikai síkon, sík fölött álló dolog, ahol a hát az ilyen kiegyenesített kaszából valami egészen más lesz, pont az ellentéte, de hát nyilvánvaló ezt nem lehet öldöklésre használni. Új módon kezdi használni az Imre a rendszerváltás után a paraszti tárgyakat, mert inkább alapanyagként használja, tehát nem mint szimbólumot, hanem alapanyagot, és itt éppen fölvágja a gumicsizmákat csíkokra, és abból egy hát ilyen csontvászszerű, majdhogy nem egy ilyen elnéptelenedő falunak a képzetét keltő hát ilyen szellem falut vagy hasonlót hoz belőle. Ha ezekről gondolnál, akkor mit gondolsz erről? Tehát ezek után nehéz nekem valamit is mondani. Valóban a vágyról és a valahová tartozásról szól közvetlenül ez a munka. Ugye tengerin hajózunk, ez a címe. Az én rokonaim között és télapám ugye kivándorolt Amerikába, úgy jött haza szegényen, ahogy kiment. Tehát igazából valóban erről szól végül is, hogy a szabadság relativitása, az elvágyódás, a kitekintés, a belesüppedés, az alkotási folyamatom, alkotási metódusom az ilyen munkáknál is pontosan olyan, mintha rajzolnék a műterembe intim rajzolgatást vagy festegetést, sel hozok létre mondjuk síkképeket, és én ezt nagyon szeretem, mert ugye hiába határozok el valamit, van egy ideám, akkor az ugye másképp fog alakulni. 73-ról van szó, amikor felvettem a lumpen magatartást, és pufajkába, svájci sapkába, mint művészeti attitűd, én azt gondoltam, hogy ez milyen jól hangzik, és aztán úgy viselkedtem, mint a falusi emberek. Úgy jártam velük orvadászni, most már bevallhatom, 40 évvel ezelőtt volt. Tehát igen, a gumicsizma is egy ilyen elem valóban. Úgyhogy volt olyan fickó, például a Tyúk Frici, aki soha nem vette a lábáról a gumicsizmát. Én szerintem együtt temették el a gumicsizmával, mert már nem lehetett róla levenni. Hogy elég fiatalon bekerültem a tehát művészeti képzés nélkül ez ritka volt, hogy valakit felvettek a fiatal művészek stúdiójába. Protekcióval kerültem be, el kell áruljam. Ki volt a protektorod? Bráda Tibor. Bráda Tibor bátyja, aki mozigépész volt Leninvárosban. Soha nem fogadtam el ezt a vidéki ábrázolást, amit én láttam például, hogy alföldi festészet, hogy horizont, egy szekér, naplemente, ez nem tartottam témának. Úgyhogy tudtam, hogy emögött kell lenni valaminek, és így kifelé, már befelé is kutattam, meg kifelé is, megpróbáltam legalábbis vizualitásba. Fehér csempe, illetve hát a lehetetlen világos zöld csempe, az nálunk volt otthon a hűlőszobába. És amikor szegény szüleim meghaltak, akkor elkezdtem szedegetni le ezeket a csempéket, és ezekből készültek ezek a képek. Fiatal facsemetéket szerettem volna úgy létrehozni, hogy ott vannak, de tulajdonképpen nem is a facsemeték vannak ott, hanem az ő hiányuk van ott, mert ezek rések, ugyanis ezek eltört, tehát megkarcolt és eltört csempék, kicsit széthúzva, és ezáltal keletkezik ez a hiány. És a gyufák azok itt elégett gyufák, vagy pedig nem? Hát a gyufák vegyesek, a gyufákat azért, mert kerestem olyan nagyon commerce anyagokat, szimbólumokat, amik nem művészeti anyag, és még senki nem használta. Ez lett például a csempe és a gyufa. A gyufából ugye mindenki emlékezik rá, aki legalább annyi idős, mint én, hogy amikor a szabadságos katonák karácsonykor mentek hazafelé, akkor vitték a szerelmeiknek az Eiffel-tornyot gyufából, meg a
mit tudom én, szélmalmot. Azt gondolom, ez a másik nagyon fontos része az Imre tevékenységének, ez a személyes kontinuitásnak a teljesen természetes megélése. De ha már itt van ez a szép korai kettős portré, akkor egy kicsit erről beszélj, hogy ez milyen akciónak a része volt, mert nyilván ez ugyanaz a dolog, mint amit az előbb. Jó. Hát először is volt ez a terep, ez a Kossuth Major, ahova én időnként kimentem, és időnként ott valamit találtam, azzal valamit csináltam, helyzetbe hoztam, esetleg megkértem például a Pista bácsit, a jó Pista bácsit, hogy a szalmakazarra kiszurkált új munkáimat, új rajzaimat a teheneivel nézesse meg, körbe ugye hajtatta a teheneket. Erről van néhány fotó. Na most ezek vagy megmaradtak, vagy nem, vagy lefotóztuk, vagy nem. Nem mindig sikerült nekem ugye fotót szerezni. Hát gondoljunk rá, hogy itt egy 22 éves tökmag fiatal emberről van szó, aki nem akar például festeni, mert valami mást akar, és ki akar vonulni a búcsú zsivajából, ahol költik a pénzt, és akkor ott részegen söröznek az emberek. Én ezt láttam akkor. És akkor én ezt az ünnepet, a Sarlós Boldog Asszony napját, azt én a TS udvaron a méreg raktár előtt ünnepeltem meg. Ez először a Barcsai teremben volt a te munkahelyeden az egyetemen kiállítva. Apám meghalt, rákosbeteg lett, és ő elültette a kukoricát, úgy ültette el, hogy így hokedlit vitt maga elől, és akkor maga előtt, és akkor arra támaszkodva egyenként lerakta a szemeket. Már ez maga egy hihetetlenül megható volt a számomra. És ugye közben ő meghalt nyáron, a kukorica, ugye fölcseperedtek a kukoricák, ott maradtak a gyakunkon. És akkor gondoltam, hogy akkor nyilván ez nekem elvi kötelességem is, meg elkölcsi kötelességem, hogy ezt én letörjem ezt a kukoricát. És amikor ezt ugye megtettem, akkor gondolkodtam rajta, hogy itt valami megérintett, valami nagyon mély, hogy ezzel nekem valamit kell kezdeni. És tulajdonképpen az első mű, meg később aztán már tönkre mentek ugye 20 év alatt, az első mű, ezek az ő kukorica és az ő kukorica csövei, amikből én ezeket az emberek. És hogy miért, ennek végül is van egy magyarázata. 17 éves alig múlt el, és a ruszkik elkapták a szihalmi vasútállomáson, kenyeret vitt a katonáknak. Nem volt katona, tehát egy ilyen levente, vagy valami így hívták őket. És úgy rakták föl a vagonra, hogy el se tudott a hét testvérétől búcsúzni, meg a nagyszüleimtől. 4,5 évig volt az ördög városába, Groznyba, mikor lesoványodva hazajött, és akkor kapott egy kárpótlásul egy pici telket, amire épült a mi kockaházunk 52-be, amiben én végül is beleszülettem, a bábor néni ott hozott engem a világra. És ez annak az emlékműve, ennek az ő 4,5 évének. Igen, ez is hozzá kötődik, ez egy az ő citerája, és a citera húrból van kiírva, azért hagytam egyet, hogy legyen egy, abból van kiírva, hogy adj egy katonát, ugye ez kétértelmű, hiszen a katonáról is, mint egy honvédről szó volt, már és pedig itt a egy katona, ami ugye kenyére kerül egy darabka szalonna. Ezek egyébként ott van abból a 10 literes marmunkannából, ilyen kocsis bort szállítottak abba, és abból vannak kivágva és kiképezve ez a két pohárka, a szalonna, a kenyér és a kés. Ha már az édesapádról megemlékeztünk, akkor beszélj egy kivet a mamád. Ez is egy alkalmi mű végül is, egy ilyen fotókedvéért állítottam ki, hogy ott egy hiányzó jegenyét, ami jegenyesor egyébként a temetőt veszi körbe. Ezt láttam én gyerekkoromban az ablakból, a kockaházból. Innen mentem iskolába, este, amikor mentünk esetleg az éjfélim, és ezt láttam,
számomra ezek a jegények pont ugyanakkorák, mint kisgyerekkoromban, és most már egy párat az a előbb említett polgármester kivágott. Körtefából vannak faragva az a jegenye, a négy keblű vagy négy csöcsű nő, aki ott ül, egy kicsi háziállatot tart a kezébe, az is szintén körtefából van. Édesanyám meg 97-ben halt meg, és utána készítettem azt a munkát, ami az ő bútoraiból, hát ezek ilyen commerce, tulajdonképpen lakótelepi bútorok, de hát ugye falun is ez volt. Ezeket a bútorokat én így alakítottam át, hogy a falra fölraktam, és onnan futnak ki ezek a kis szánkók. Van valami konkrétabb, szimbolikus jelentése a szánkónak? Tulajdonképpen most így, hogy együtt ülünk, el lehet azt mondani, hogy a 1999-es velencei biennálé szereplésemet a Kiscelli Múzeumban kiállított installációm váltotta ki belőled, hogy én is menne legyek ebbe a kiállításba. Ott is egy szánkó jött, ment ide-oda. Nem lehet elmondani, tulajdonképpen az is egy ugyanolyan megérintés része kellene legyen, mint akár egy kép, amit nézünk. De tény, hogy a szánkó nékem a rimapartot jelentette, ami körülbelül 3 méter magas volt, de nékem az volt, kellért egy. Tehát én onnan szánkóztam lefelé, onnan sinkóztam, korcsolyáztam. De nékem ez az önfeledtség a gyerekkort szimbolizálja. Fölöttünk kapott helyet Samu Géza kiállítása, aki alapjában fával foglalkozott, és hát Imrével nagyon sokszor szerepeltek egy kiállításban, sokan úgy értelmezték, vagy művészettörténetileg is az ő nevük eléggé összeford, de azt hiszem, hogy emberileg is egy nagyon jó kapcsolat, vagy egy szoros szakmai együttműködés volt. Én úgy ítélem meg most egy visszamenőleg, hogy minket tulajdonképpen a véletlen sodort össze, hanem az akkori kulturpolitikai szándékok. Egyszerűen kerestek Nérai Katalin személyébe olyan figurákat, akik mondjuk vidékiek, jellegzetesen e területről jövő munkákat készítenek, eredetiek is netán, és még lehetnek talán korszerűek is. És akkor így jöttünk mi össze. 1980-ban egyébként legelőször a Párizsi Fiatalok Biennáléján. Pompidou Centrumban kaptam olyan 20 négyzetméternyi részt, ahol meg tudtam csinálni az installációs munkáimat. Még szerettem volna videót levetíteni, 1980-ról van szó. Kivittem egy orsós videótekercset, ami az én akcióim, mezei, mondjuk performance-eim szerepeltek, és mondtam, hogy ez milyen jó lesz, majd ott gondolom. Én majd ott, ugye, hogy már itt is vannak ilyen dolgok. És feltúrták a Pompidou Centrum raktárát, műszaki raktárát, és nem találtak már ilyen orsos magnót, VHS volt már elterjedve, itt pedig még nem volt VHS. Úgyhogy így ezt nem tudták levetíteni. Mindig találkoztunk Gézával minden este, ő építette magáét, én építettem a magamét, este az volt a szórakozásunk, akkor nagyon gazdag volt egyébként Párizs, ezt onnan tudtuk, hogy hihetetlen jó volt a guberálás. Tehát minden este találtunk felbontatlan italokat, mit tudom én, filmkazettákat, tehát nagyon különböző színű zacskókban. Tehát én ezt úgy élveztem, tehát poénnak vettem, meg rajzoltam a Pompidou Centrum előtt, aztán valaki megismert a kurátorok közül, és azt mondta, hogy hát azért hogy gondolom, itt szerepelek a... Hasonló borbélyert, bocsánat, megjegyzés. Egy művész nem néz ki így. Igen, igen. És aztán mondtam, hogy kell egy kis zseppénz, és aztán még ráhúztunk 10 napot, hogy maradjunk. Fantasztikus adomázó képessége van az Imrének. A Velencei Biennálé egyik legfantasztikusabb élménye volt számomra, hogy az Imre rengeteg viccet tud, hihetetlen jön, és csodálatosan tudja elmondani. Úgyhogy most azt javaslom, hogy ezt a labdás
videót, ha tudjuk, nézzük meg, és utána még zárásként mondj nekünk egy, mit hallottál utoljára, egy jó viccet. Jó, hát az a helyzet, hogy én azt képzeltem el, hogy videófilmeket hozok, videomunkákat, és akkor az majd megy a háttérbe hang nélkül. De teljesen igaza volt a Miklósnak, hogy elvonja a figyelmet, ezért ezek a filmek mind elmaradtak, de én ezt a kis, ez egy nagyon rövid film, ezt még szerettem volna levetítetni, kár, hogy nem tudok ragaszkodni hozzá, mert az idő tényleg kevés, az általam tervezett kis cséplőgépet, amivel meg szerettem volna a közmunkaprogramot reformálni, és még meg is fogom, csak az ugye most már nem biztos, hogy le lesz vetítve. Tehát képzeljünk el mögötte egy valódi ágyat, valódi párnával, így a falon és lepedővel, mellette pedig egy hokerlígy a falra rászerelve. Na, hát ez ennyi volt, és 30 másodpercet hagyj mutassam meg a cséprőgépet, amit én csináltam. Ez egy verődob, úgy hívják, és valamikor a századfordulón, nem ezen, hanem az ezt megelőzően 900-as években ilyen verődobokkal verték ki a kalászból a szemeket, úgyhogy ezzel mindent le lehetett ki lehetett csépelni, és hát ezt én magam építettem és terveztem meg, de még nem szabadalmaztattam, és az a tervem, ennek az a címe, ennek a kis filmnek, hogy Földút projekt, közmunkaprogramba, hogy megreformálom a közmunkaprogramot, és ne haszontalan láttuk a filmbe, ide-oda sepregetés legyen, délelőtt jobbra, délután balra, hanem termesszenek például búzát, ugye rengeteg kert van, amit különböző vadállatok laktak bent a falu közepén, rókától kezdve. Föl kell szántani, én, van traktorom, lehet, hogy itt is lesz majd megjelenik, én felszálltam nekik ingyen és bérmentve, ültessék be, és akkor vagy vessék el a búzát, mindet csináljanak vele valamit, és hát gondoltam, hogy akkor ez a közmunkaprogramban majd vidéken ez működik. Egyelőre még csak hát az én terveimbe szerepel. És ez a cséplőgép miben tér el a szokásos cséplőgéptől, vagy hát mennyiben annyit, hogy ez nem tud, ez kisebb, csak verődob, és persze ezután még meg kell tisztítani Kalmár rostával a szemeket. És akkor az már tiszta. Van, itt is van olyan, egyébként a film elején lehet látni, és akkor tökéletesen tiszta a búza, és lehet belőle kenyeret sütni. Tehát ez még nem teljesen tiszta, ezt tisztítani kell. Jó, hát hallgató szerintem... Hallgató ilyen típusú munkákba bevonod, vagy beszélsz erről nekik? Ez művésztelepen készült, és itt akik szerepelnek, azok kivéve Ferit, akit fekete fiú, ő ott a mi emberünk, aki
kulcsa van a házhoz, stb. És ő a művészeknek a kertjeit gondozza, meg ilyenek, ő nem művésztelepi tag, de több azok voltak. A hallgatóknak is ott tartom Mezőszemerén a művésztelepet. Ez kockázatos volt egyébként az elején, mert azt gondoltam, hogy ó, hát akkor majd itt oda viszem, ahol az én motivumaim vannak, ez nagyon cikre. Egyáltalán nem. Teljesen másképp gondolkodnak, frissek, teljesen más vesznek észre, mint én, zseniálisan dolgozom. Mindig más, tehát festőosztályról van szó, de ők is filmet csinálnak, de nem ilyeneket, mint én. Mert ez egy kicsit már... Na. No.